Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntjük önöket a Miskolci Salak prológiáról. Vétel! Hallom magamat, ez az a legjobb. Itt vagy a vonal végén? Itt vagyok. Elgerbek, hogy innen kommentáljuk az autó jobb üléséről. Ez egy fergeteges élmény lesz, azt hiszem mindjárt mehetünk előre. Nem tudom, szerintem próbáljuk meg esetleg előre. Kollega, adjon instrukciókat! Hát figyelj! Ha rám hallgatok, azt csinál, amit akar. Így van, kijött két autó. Nem tudom, hogy behetünk előre, esetleg próbáljunk meg ott mosonni, vagy a feles tudja. Mi menjünk kicsit előre, jó? Mehetünk. És megkaptuk a jelet. A jel? Igen. Hagylek én a jel. Ő is arra jön, merre mi. Ez most mit jelent? Oké. Okay. Megjöttük, ismétlem, ellejössük a kollégát, a kollégát. Aha, igen. Üdvözlet. Megérkeztünk. Ők mennek először! Oké. Okay. Te maradsz, amíg én nem szólok. Igenis. Fogok inteni, hogy mikor még. Figyelem. Kedves Luxi, akar egy perc út? Üdvözlöm mindenki kedves nézőket, hallgatókat. Van sajátom, köszönöm. Ide készültem, bocsánat. Én kérek elnézést, én csak most Nekem beépített van, szóval nem... Az egyébi is tol. Az én pontom ebben az autóban fix, tehát... Értem. Tehát érezzem úgy, hogy esetleg az én székem inokhat, nehogy Isten rossz teljesítmény esetén problémák merülhetnek fel kettőnk kapcsolatában? Igen, igen. Nem is a kettőnk kapcsolatában, de egy bal, kis bal helyett egy sima jobb diktálás esetén az inokhat a széked, igen. Konkrétan az autóval együtt értem, tehát... A szereptárgyaknak köszönhetően gondolod mindezt. Igen. Akkor... És ezt el kéne kerülni, valóban. Jó, rendben, megteszünk mindent. Szeretném megmutatni a nézőnek jelen állapotunkat. Oké, igen. Tehát minden rendben. De nem, ez egy átlátszott, figyelted, egyből feltűnt az SOS, tehát ez egy ilyen... Lehet, hogy bajban vagyok. Ez egy félreérthető jel volt. Hagyják én a jel, aki mindig azt mondja, hogy minden rendben van. A kolléga a sportbírói székben nagyon ügyesen kezeli a helyzetet, menedzseli a problémákat, jelenleg kettő darab autó vár még rajtra, akik piros, ismét a piros rajtszámmal rendelkeznek. És a meglepetés elején van 60 ladák. Ladák ismét, mennek, a régi ladák, orosz típus feltámadt, már évek óta nem láttunk ladát, és újra feltűnt kettő. Egy sárga, meg egy piros. Azt mondta, hogy igen, sehova. Annyira látszik rajtunk, hogy mennénk, annyira látszik, igen, hogy két kézzel szerintem mindjárt kés sportbíró, és így tart minket, hogy nem még ne menjetek, mert a ladáknak menniük kell. És még két lada, kereklámpás, karikalámpás, kockalámpás, trapézlámpás. Az a Skoda volt, ne szóljál be. Trapézlámpás az a Skoda. Igen. McDonald's-es tuninggal. Az nagyon kemény. Én azt hittem, az csak díszfelte, de ezek szerint az installálva van. Igen. Van, jártam én is sokat olyan versenyekre, ahol ez még viccesnek számított. Itt már talán nem annyira. Esetleg ezzel arra célzol, hogy a pilótája a ladának beragadt valahol az éterben? Hát nem tudom, egy McDonald's-es poharadta a motorházhető. Bár nem, egyébként valószínűleg nem vicc, hanem komoly jelentősége van, hiszen mi is csináltunk már olyan Turingot, ahol ilyen jellegű például egyszer, amikor a nem is tudom, az oklim fogta a benzincsövet, azért az is mérhető ehhez. És hát igen, az nagy szükségben az ember rászorul ilyesmire. Hát a szükség az nagyon, ezt megtanultuk, igen. Na de nézzük meg, hogy minden kézifék megvan. Kézifék a kézben, váltókar a megvan. Kormány esetleg? Kormány megvan. Van, jó, még nem nyikorok, de valószínűleg holnap fog. Rendben. Mert mi igen, megyünk? Mindjárt kapjuk az instrukciókat. Igen. Mi megyünk együtt. Szeretném. És ladával megyünk együtt. Gyerekkori álmom valóra vált, hogy egy ladával mehetem. Annyira örülök neki, hogy itt Miskolcon a salakpályán válthatjuk valóra egy álmodat. Minden beleavatkozás. Igen, tehát nagyon sokat hallottam már erről a típusról, és úgy gondoltam, hogy egyszerűen muszáj nekem is látnom egyet közelről. És végre ez megtörtént. Nézd, én úgy érzem, hogy egy egész kiki alapi meccs lesz ez a sárga vöftös, ez így egész szimpatikusnak tűnik, és méltó ellenfél. Úgy gondolod? Hát, bemellénk. Azért méltó ellenfél, hát mégiscsak egy nagyon régi típus, régi konstrukció. Oké, igen, megkaptuk az instrukciókat. Igen. Ismét el kell, hogy szoborodjak, mert nem válik valóban egy régi álmunk. Nem megyünk sárga VFTS ellen. Én azért úgy gondolom, hogy erre a mai napon még ezzel együtt is nagyon komoly esélyeink vannak, hogy egy ladával mérjük össze az erőnket. Tehát nem vetném én el ennek a lehetőségét.
Igen, a tükörbe pillantva is két nagy fényszórót látok, mellette kerek fényszórók, lehet, hogy egy kockalada áll mögöttük, álcázva magát kereklámpásnak, soha nem fogjuk megtudni, ha csak nem együtt megyünk és jól megnézzük majd. Én arra gondolok, hogy az én gyerekkori álmunk kedvé még Európa maradék ladáit összeszedték még azt a párat, hogy tényleg legyen meg az az esély, hogy azért ez az álom teljesüljön, egy ladával egy versenyen menni, hiszen ki tudja, mikor kerülhet el megint sor. Ez így van. Ez egy olyan pillanat, amit át kell élni. Így van, igen. És ezzel az első 4-es rajtszámú lada, aki a jóisten tudja, hogy csöppent ide. Illetve nekem van egy elképzelésem, ugyanis valószínűleg akkor történik ilyen, hogyha az azonosítók nem számként vannak rendezve, hanem alfanumerikusan betűként, mert akkor történik meg az úgy következnek egymásra, hogy 39-4-40, hiszen ABC szerint úgy vannak sorrendben, és valószínűleg ez történt most is. Értem. Már mindent értek. De ő ismétlen piros rajtszámmal rendelkezik. És a sárga lada elhagyta. A sárga lada elhagyott minket. És a 49-es lada, igen, ez egy furcsa, ez egy logikai feladat lehet, hogy 4, 49, 39, és tudod, mi a következő? Tehát, mi lesz? Mi hiányzik a sorból? Nem, mi vagyunk a 39, ugye? Tehát ez a 4, 39, 49, ez ilyen gyerekeknek szóló logikai feladányokban vannak ilyenek, hogy mi hiányzik a sorból. A 4 úgy aránylik a 39-hez, mint a 49 a mihez. Ez egy jó kérdés. Igen. Ezt a papír nélkül nem tudom lemezetni, lehet, hogy papírral sem menne. Igen. De örülök neki, hogy itt ülhetek mellettel, és ezt az okfejtést végighallgathattam, és érezhetem azt, hogy hülyén vagyok, mint egy ötödikes, és a telefonom okosabb, mint én. A telefon mindnyájunknál okosabb, kivéve a fent említett alkalmazás. Bár abban is van, tehát abban is a logika, tehát úgy gondolom ez egy alapvetően nevelő célzattal készült feature, úgymond ilyen easter eggnek hívják az ilyeneket, amikor valami nem várt, valami váratlan. Úti fogtak jönni, elnézést kérek. Semmi gond. Akkor ti mentek a túlvégre, föltartja a kezét, leveszi, elrajtoltok, 3 kör, kocsiból nem integetünk ki, nem ló ki a kezünk. Nem, de bent szabad, ugye? Úgy lehet. Akkor jó, akkor én már eleve leszek. Meg most már van mikrofonom, és nyugodtan közvetíthetek. Igen. Megkaptuk az újabb instrukciókat, és immár készültünk minden a helyén, kerékcsavarok meghúzva. Kedves, motorháztetőnk, viszont pattintom. Remélem, azt hiszem, igen. Igen, megcsináltam egyébként. Ja, igen, tehát mindenképpen te leszel a hibás, hogyha ez mégsem hiszek. Hogyne, persze, mindig érde, sőt, vízzel is feltöltöttem a tankot is. Gondolom a motorola is esetleg, hogyha kevés volt benne, akkor egy kis vizet, folyadék, a viszkozítás ugye nem egyezik, de összekeveredett talán mégis a célnak megfelelhet. Felhígítottam a... Hiszen ez úgy is megtörténik az égés folyamán, még így, mielőtt elhagynak ezek a... Tehát akkor már ne várjunk vele, akkor essünk túl rajta. Így van, mindent előkésztek ahhoz, hogy a motornak a legjobb legyen. Igen, ne kelljen felesleges munkát végezni. Pontosan, optimalizáljuk a terveket. Így van, igen. Várjál, megvárjuk, amíg lejönnek, ismétlem lejönnek. Megint. Oké, mi itt állunk, nem megyünk sehova. Túl végre megyünk, ez remek alkalmat ad nekünk arra, hogy felmérjük a kanyarnak az állapotát. Így van, ez nagyon fontos jelen helyzet. Ez olyan helyzet előnyt szerzünk, hogy még akár ha nem ladával, hanem nyugati gépjárművel versenyeznénk együtt, még talán akkor is szinte behozhatatlan esélyt adna ez nekünk. Ez egy nagyon jó pillanat. Életük egy nagyon kellemes pillanata. Kellemes szürkületben fogunk felgurulni a Miskolci salakpályára, itt a népkezdben. Igen, de a pályát memorizáltuk, tehát úgy gondolom, hogy ez már nagy problémát nem okoz. Ahol Turi Tobi és ifjú Tóth János is nagyon fed. Köszönjük és kezdjük és sziasztok! Hello mindenkinek! Javasolsz-e reflektor használatát? Így van, kapcsoljuk fel a fényeinket. Igen. Vannak fény. Mindenkinek, zöld, hello, mi van, szia, hol vannak lámpáink? És tudnizzad, és megyünk innen, és integetünk a közösségnek. Kicsit megcibálod racsnival, és jó lesz, és szevasztok! Jó, húzzál rá racsnit, vagy valami, ez azt mondtad neki! Jó, azt tedd vissza, hogy menjen! Mutassuk meg, hogy mit tudunk! Szúrjad rá, öblögetősbe, ő a bácsit ne üssük el, jó? Oké, jó, figyelj, érted, észre megyünk, olyan! Ezt már megmutattuk, hűtésünk van. Hűtésünk van, a levegő mindenképpen megtesz, és talán a víz is része szól ennek a folyamatában. Sziasztok, 3, 2, 1, felrántom a kezem, akkor van rajt, jó? Igen. Mutatok, hogy 2 kanyar, 1 kanyar, és aha, az zászlóban intek le, jó? Oké, és így fogjuk tenni. Igen. És 3 körön. És akkor azt hiszem, hogy induljunk lassan. Jó, a következő kanyar mindenképpen 2, egy baloldali lesz. 1, igen, Dundi! Ez a szevasztok, szúrjad neki! Forgass a célját, húzzad a rastit, vagy valami! Így van, basszad neki, jó lesz az álljál a gázon, integessük a kamerába! Hello, mi van? Úgy, basszad neki, jó ez! Feltesszük a falra, szevasztok!
itt fűzed meg, okosba! Így van! Csak a közönségnek! Szúrjad neki! Integessetek, hogy valami ez az, úgy ment tövön! Jó, nagyon jó! Menjünk rá! Két köröd van! Kintről tőre, meg a racsni! Ez az! Meg a racsni van! Megfogtad! Nagyon jó vagy! Szúrjad! Ez az! Hagyd pörögjön! Úgy van, tudniszad neki! Fessük meg szépen! Mutassuk meg, hogy kell ezt csinálni! Így van! Ez az! Szúrjad neki! Belehúzzak! Ez az! Nagyon jó vagy! Meghúzhatom én is a racsnét! Léci! Ez az! Jó vagy! Szúrjad neki! Átadnám a racsit! Húzzon! Tessék! Így van! Ez az! Tedd ki a falra! Hagy húzzon! Basszuk oda át sok kerekeseknek! Így van! Tedd rá a lapjára még egyet racsnész bele, vagy valami! Nagyon jó! Itt a vége! Szúrjad még! Fessük meg! Ez az! Így van! Köszi! Itt a vége, itt még fordíts be tempóból, ez az! Itt menjünk ki, itt dobjuk el a vasat, az a ciki! Oké, itt menjünk ki! Köszönöm, kolléga! Igen, itt nagyon, mindenkinek, kurva jó! Nagyon hasznos instrukciókat kaptam! Igen. Jó, egyébként ügyesen végig találtál, köszi! Igen! Nagyon zsír vagy, megcsináltuk, ismétlen megcsináltuk! Köszi! Végig találtuk, kurva azt jó hiszem, hogy ezért megélte az egész napos szívás. Így van. Talán a holnapi nap már nem is szükséges ahhoz, hogy elégedetten távozzunk Miskolcról. Ezzel arra célzol, hogy már most kiszállhatnék? Annyira jó volt az élmény. Akarsz róla beszélni? Igen. Különösen a balos kanyarokat élveztem ebbe a futamba. Örülök neki, hogy ott a nagy hangsúlyt fektettél. A talajviszony az meglepett. Én alapvetően ilyen murvás betonra számítottam. De ilyen csak murvás murvát talált. Csűha. Na ez viszont izgalmas lesz. Várjál. Na ez itt most szívás, tehát ez itt...